Na hát azért már egy pár meccsük van, és ami a legérdekesebb, hogy a hivatalos meccsek közül mindegyiket Martin Schindler nyerte. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy megtörik-e a jég. Nagyon kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre. Azért azt tudni kell, hogy mind a két játékos képes klasszis játékra. Na hát, akkor kezdődik Hempel kezdé. És a kis rongya az neki ott van fönt a nadrágján, nézd meg. 57-es. Hát, hogyha rutint vesszük alapul, akkor természetesen sokkal rutinosabb Schindler. És egyébként a fogadóirodák is úgy gondolják, hogy ő az, aki az esélyesebb. Nagyon jó helyen van a más. Harmadik nyílt kell még 180! Százas. Hat van, de már kiszállón van hátsó pályán. Hempel is lemegy 104-re. Na nézzük, 161. Ott van 4-es. Ugye Florian Hempel a Pro Tour ranglista 25. helyével jutott be, tehát 25. helyen a Pro Tour ranglistán. Még egyszer azért onnan azok, akik már a legjobb 32-ben vannak, azok kiesnek előle. Viszont azt azért kell tudni, hogy Martin Schindler, ő ugye a német szuperliget, ami Topli európai szuperligen fut. Övé az első lett. Meghozza a saját kezdését. Hiába volt 180 a Schindlernek. Hatvanas. Strötletben még ilyen bizony. Száz minden legbedobott 180-at Schindler. Reméljük tartja ezt a formáját tovább. 46-os. Az jó. Az is benne kiáll egy kicsit. 105. 97 megint. Mennyi maradt az előző legben is, csak ezt már nem tudtad. Sikerült megoldania. Hoppá! Két darab tripla ötös. Aztán még 35 a dobás. Közel voltak. Egy centivel arrébb megy jobbra. Nagyon szép dupla 20. Megoldja két nyila, 14 nyilas leg. 1-1. Oda néz. Ott is jön egy. 140. Már azt elmondtuk, hogy ennek a mérkőzésnek a győztese Dimitri Vandenberg ellen fog játszani. És ugye a
a Marvin King, Ian Joyce, Steve Lennon, Devon Petersen, Raymond Smith ágon vannak, és majd ez a gyönyörű 177-es. Első ág alja egyébként. 84-e marad, igen. De nagyon fönn marad. Nagyon. Ez nem elég. Így előre. Hoppá, hoppá, hoppá. 52-t. És 32-re kerekített, igen. 100-as, 125 a maradék, 32-re még egyszer. Ugye, tripla. 84-nél tripla, 16-ot szeretett volna dobni, hogy 36-ja maradjon, aztán utána 68-ra pedig tripla 12-t. Figyeld. 140. Ez is. Száznegyven megint, ez most nagyon jó játék. Oda néz, ő is jól dobja. Százas. Ott, ha nézd, mekkora játékos Schindlertől az egyenlítésért. 130-al! 91 a maradék. Százötvenhatja marad 105-tel. Hoppá, 88. 68-a van. Se dobja be, 52 a maradék. Ott az extra. Jó. Ott az extra. Bedobja a 156-ot. 1-0 Hempelnek. Azt a mindenit. Minden, hogy mosolyog rajta. És le... Na, nem ijedt akkor... meg a saját árnyékától az első. Így mentünk el az első meccsen is szünetre 156-os kiszállóval. Jönnek a egyre-egyre jobb játékosok. Ugye ne felejtsük el, hogy például Max Hopp ki se tudott jutni a világbajnokságra, és még a jelen pillanatban legerősebb német játékos majd Gabriel Clemens. Ő majd azt nézem, hogy mikor fog tábla elé állni. Százas. Majd 23-án, december 23-án az esti etap második mérkőzése lesz az övé. Az ide utazik, aztán utazhat is vissza. Akkor játsz az első meccsét majd decemberbe, 100-as. Mindig jó. Egy tripla jön. Közel vannak folyamatosan a nyilaik mind a két játékosnak. Azt az átlagot nézd meg, 100-as. Ez 25-ös. Egy hátsó pályán Hempel. Ötven hetes. Még az elején azért ugrálnak a
nagyon az átlagok attól függően, hogy nagyobbat vagy kisebbet dobnak. Ötös. Vissza kell dobnia. 84-en lemegy 60 pontra. Meglepik valami nagy kerekítéssel? 98-92 a maradék. 20 és dupla 20. Első hiba a duplára. És az ötös bemegy ráadásul. Megpróbálta, de nem sikerült. Nem bizony, van ilyen. Viszont 36-ja marad. Schindlernek kerekíteni kell. Dobja a hetet, és megy. Meg itt csinálja. Fula 14-re. Erő volt. 1-0. Az mind a kettő benne eddig. 180! Pá. 85. Nézzük a negyedik nyilat, bedobja. Az ötödik a egyesbe megy sajnos. De így is 121. Szép kerekítés 200-ra. Ó, 134. Dupla 12. nyíl. Most elrontja. Nem csak 183, nem kiszálló. Jó, 85, 98 a maradék, dupla. Ötös, hú, de földobta. Megoldja, 14 nyilas. Erősen dobja mind a két játékos egyébként ebbe a szetben a saját kezdését. Felborul ez valami? Mert most ugyanis 58-as kezdés, nem biztos, hogy jó lesz. Tripla is még segítene, meg is dobja, 100 a kezdés, ez egy kis előnyre beszert, de Schindler most azért begyújtja a rakétát. 35. Ez egy beárom, ez kevés. Igen. Jó helyen van. Ez fölötte 100-as. Ez is 43. Az most jó. De kiszállón van, hátsó pályán előbb, igaz, 158. 175-re ment le Schindler, ami ugye nem kiszálló, így. 150-e van, 130. 112-re megy le, 158, tripla 20, tripla 20. Eddig jó. Ez is jó. Dupla 19, bedobja 158-on! Mi volt az előbb? Mi vesz 156-ról szállt? Én csak mondta, hogy nézd rá! Hát de tehát most eljöttek játszani, de látszik, hogy nagyon... Nézd, hogy Martin Schindler! Tényleg egy szórakozó velem van, látom! De jó volt!
156 és 158. Százas. Most nagyon megütötte Martin Schindler, százas az igaz, de tényleg látszik rajta, hogy Hempel így folytatja, akkor ez pillanatok alatt 2-0 lehet. 140, nagyon jó játék. Hempel. 135 a válasz. Gyönyörű szép, 165. 36-ra kerekített. Uff, a dupla 9. Nem dobja be. Na, na! Nem dobja, dobja be! Ez hihetetlen! Most nem jön! Dupla 9-et kell neki is dobni! Hát ez... Na, három. És nincs kiszálló, mert belülről dobja. Bedobja, visszaveszi, 2-2. És kezdhet az egyenlítés. Hát nagy lehetőség. Ugye Hempel előtt. Van, itt jön a válasz rá, 140 bizony. Gyönyörű. Kiszállón van Hempel. 206-ra kéne most valami nagy kerekítés. Jöhet valami. De csak 60. 146 a maradék. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ó, 41 pontja maradt. 146-ra, ő tripla 20-asra kezd, nem lesz belőle kiszálló. Na nézzük, hogy most megremeg-e a kéz. Dupla 12 dob!
kell egy kerekítés. És a dupla 8 nem erre számított, és ezt most... Hogy mosolyog a 2-0-áért. Bám! Nem dobja be. Schindler elviheti a szettet. Hát Hempel nem tudom, mi kell még neki. De most nagyon sok lehetőséget elszalasztott. Dupla 14, azt csinálta meg elsőre. Oly, dupla 3. Nem dobja be! Képesztő, hogy milyen hibák. Dupla 4. Dupla 2. Bedobja 2-0. Ő nyeri ezt a csatát, ezt a kiszálló csatát. Kölni Dóma hátulján, ugye Kölnben él egyébként, Dessauban született 90-ben, tehát pont amikor ugye még nem omlott le a fal, tehát Kelet-Németország van, ez a hivatalos születési helye. És most 2-0-ra vezet, innen folytatjuk. PDC Hungarian fanklubnak a Facebook oldalán ki van rakva a kép róla, ahol az előtte való napi nyertesek és a mostani kérdés, tehát hány PDC világbajnoksága lesz a mostani. Steve Beatonnek, tehát PDC világbajnokságról van szó, nem össze. Így van, tehát ez a lényeges dolog. Zsinórban van egyébként, és ez egy nagyon fontos, ez a kérdés, tehát nem a, az összet vesszük, hanem a PDC-t, tehát a profi részét nézzük csak. Ugye összesen 33 volt, ennyit elárulok, de egyébként egy kis kereséssel meg lehet oldani pillanatok alatt. És a helyes megfejtéseket a PDC nyereménye a tech@gmail.com-os e-mail címre várjuk. Holnap 11 óráig lehet részt venni ebben a mai napi kérdésre, tehát addig lehet válaszolni. Nagyon értékes nyeremények vannak, Darts magazin, Phil Taylor könyv, Darts tábla, dartsozási rákötés. 180 kezdéssel. Uha. Igen, le kell váltania. Azért nem rossz ez sem. Na nézzük, Schindlert. Valami gyógyír neki is járna az eddigi játékra. Aj, de kár érte. Hát itt nem lesz gyógyír. 58-at dob csak. Ez most nem is túl acélos, így hátsó pályán. Nincs benne szerintem most sem. De benne volt a második, 100. Az a hetesbe megy. 46. Bekezdett 180-nal, és utána nem dobott szinte semmit. 60-as, ő van előbb kiszállón így is. 160. Hát még szerencsére sincs. Nincs ám bizony. 178. 6 nyila marad 160-ra. 54 kellene, még egy 54, akkor 32-je marad, egy picivel megy a 74 pontja van. Bocsánat, 93-ra megy le. Hát megint egy tripla hetes. A tripla 9-es mellé, igen. Mindig jó lehet. És a dupla 16. Most nem jön. Na, 93 a Schindler. Áj, nem. Hát a bulla. Igen. Ezt kellett rádobni. Dupla 8. 8. Bedobja. Hát ez minden jó, a vége jó, szokták mondani. 1-0.
És tolja. 140, próbálkozik folyamatosan Martin Schindler, de semmi nem jön neki össze. Ugye ez az a szett, amiben Hempel a saját kezdéseit kell megtolni, igen. Akkor övé a meccs. Hatvanas. Nem beri az egeket, az egyik átlag sem. Szépen egymás mellé. Százas. Száz negyven. Ötvenöt. Hát ez most nem a legjobb kor jött. Főleg, hogyha jön tripla Hempeltől. Ez elcsúszik. 45-ös, 197 a maradék, nincs kiszállón. 6 biztos nyila van, 146-ra Schindlernek. Van 4 maradt. Na. Hat van 4-re. Jön a tripla 16. Egy nyila maradt duplára. Biztosan. Be is dobja. 1-1. Ez is egy százas, egy formán kezdik. Hoppá, ez egy tripla egy. Ez már tripla 20-as, tökéletes. 123. Jól javított Hempel. Na, oda néz. 180-nal. 98-ra megy le. Brutális. Már nem lesz 180. Sőt. Hoppá, most nem jött össze a hármas. Maradt a 16 pont dupla 8. Száznegyvennel 115-re megy le. 2-1-ért. Egyre jobban közelít. Be is dobja. Hát egy leg. Most ennyi hiányzik. Aztán ki tudja, hogy hiányzik, hogy fog-e még hiányozni esetleg. Mint a ketten 88,3-as és 88,25 százados átlagon. Hempel van 5 századdal magasabb. Most ezt meg kell nyerni. Nincs mindenféleképp életben vágó. Jól is kezdett. 94 a válasz a 140-re. Ez hetes? Igen. 84 így. Még a végén bedobta szerencsére tripla 19-et. Itt is jön egy tripla a végén. 93, ja. Ó, és kipattan! Pedig azzal kiszálló lett volna. Ott bent alatta, nézd meg. Százas válasz, teljesen egyformán. Ajjajjaj, ötös.
Az is. Hát ez na. És korrigálta. 60-at dobott így, az kiszállott 142. Marad. Na. Ez brutális játék egyelőre, abból a szempontból, hogy Hempen mindig oda tud kerülni. 42 lesz 114. Még egy kell egy tripla. 54 kell. Megvan. Megvan. És a dupla 20, ki kell állnia. Meccsnyíl. Megnézi honnan a legjobb. Meccsnyilatban Hempelnek. És bedobja! 3-0-ra megveri Schindlert az első világbajnokságán. Na nem boldog a 300+-ossal. De nagyon-nagyon imponáló volt. Nem ijedt meg a lehetőségtől, a színpadtól, a közönségtől Florian Hempel. És ő folytathatja. Mi pedig folytatjuk rövidesen, hiszen jön a harmadik találkozó majd. Méghozzá Steve Beaton és Fallon Sherrock között.